akkor így beszéljek bele? Hát már elindítottam az élőadást, úgyhogy úgy beszéljek bele, légy szíves. Sziasztok! Örülünk, hogy itt vagytok, legalábbis reméljük, hogy itt vagytok. Kérhetünk visszajelzést egy-egy kommentbe, és hát, akkor látni fogjuk. Egyelőre két ember nézi az egészet. Nagyon jó, már ketten vagytok. Három. Is. Három. Ó, szuper! Kommenteket 9. szeretnénk kérni, mert azt tudjuk is követni, hogy itt vagytok velünk együtt, illetve hogyha kérdést teszünk fel, akkor majdnem hasonlítani fog arra, mint hogyha ténylegesen találkoznál, mintha órákon lennénk. Úgyhogy Gergő majd nézi nekem ezeket a válaszokat, hogy jön nekem el közbe. A kérdésem az lenne, hogyha itt vagytok, hogy melyik városból jelentkeztetek be eddig? És akkor Gergő mindjárt néz nekem választ. Mai alkalommal azért szeretném elmondani, hogy szalszázni fogunk, úgyhogy lesz azért majd még kérdésem hozzátok, de nyilván amikor dolgozunk, akkor dolgozni fogunk. Na? Már van egy visszajelzés, hogy látunk. Szuper! Nagyon jó! Köszönjük, Vicus! Ezt én is láttam most. Jó. Városok vannak. Szolnok. Nagyon jó! Szuper! Oké. Így legalább egyfajta kommunikációt is tudunk elérni. Székesfehérvár, remek! És ebben az a legjobb, hogy ott még nem is tanítottunk, de így kell teljeszkedni. Beki már itt van velünk együtt, Rolcsi még alszik, de szerintem pillanatokon belül fel fog ébredni, úgyhogy ő is csatlakozni fog a táncórához. Miskolc, nagyon jó! A törzstagok, szuper, szuper, jó! Oké, egyelőre mindenkinek a neve ismerős. Nekem az lesz majd a kérdésem még pillanatokon belül, hogy kezdők vannak-e, akik csatlakoztak. Jó, oké. El fogunk kezdeni egy bemelegítést, majd még nézem közben a kommenteket, meg fogunk kérdezni, de akkor, hogyha készen álltok, otthon egy pici hely kell, nekünk se sokkal több van, nem is az a lényeg, hanem hogy együtt töltsük ezeket az estéket, vagyis ezekből az estékből töltsünk együtt és táncoljunk együtt, és csapjunk bele. Gergő kezdi a bemelegítés velünk együtt. Haha, jó. Remélem fogjátok látni valamennyire, majd... Azt mondja Norbi, hogy picit halkak vagyunk. Hangosíts a készülékja. Ez most ez egy ilyen dolog. Bocsi, igyekszünk. Kiabálni most nem fogunk, az biztos. Ez attól függ, hogy a szomszéd... Mert mi is gyerekekkel vagyunk. De örülünk, hogy a gyerekesek is be tudnak csatlakozni. Na jó. Igen, csak egyelőre még zenét keresek el az egészhez. Nem baj, addig jöhetnek a kommentek, hogy melyik városból néztek minket, illetve hogy kezdők vannak-e köztetek, ez érdekelne még minket. Nyilván ilyenkor nehéz a szintet belülni, de úgy gondoltuk, hogy nem is annyira ezen van a lényeg, hanem hogy együtt szórakozzunk otthon, és hogyha már tényleg otthon kell lenni, akkor is jól tudjuk érezni magunkat. Vannak ötleteink, ezeket még most nem szeretnénk mindent elmondani, nézzük meg, hogy hogyan indul be ez az egész történet, aztán napról napra, mondjuk úgy, hogy egyre izgalmasabb dolgokkal szeretnénk előállni nektek, már nagyon várom, megmondom őszintén, de most kezdjük el szépen szalszával, átmozgatjuk magunkat, utána vonalasan, ahogy szoktuk, órák elején táncolunk, és akkor meglátjuk még, hogy Gergőnek mi pattan ki a fejéből, mert hogy több verzió van nála is. Jó, amit beszéltél, a fejed nem látszott, de nem baj. Nem baj, a hangomat hallottál. Jó, egy kicsit komolyabb bemelegítés lesz. Ha már úgyis otthon vagy, akkor meg tudod csinálni a gyakorlatokat, úgyhogy tolna volna. És visszavisszük mindjárt a zenét az elejére. Nekünk is ez az első ilyen jelentkezés, addig mindenkinek lesz ideje kényelmesen elhelyezkedni. Egy nagyon jó, kellemes kizombazzanét indítottál Gergő, de szerintem még nem halljátok, úgyhogy dolgozik rajta, hogy hallható legyen. Aha, alakulunk. Akkor visszavisszük mindjárt az elejére. Jó, próbáljuk meg, tegyünk egy nagy levegőt. Otthon akármilyen zenét indítasz pluszba hozzá. Még egy nagy levegőt.
Én a nyakunk oldalra. Le is fel. Körzünk előtt. Jönnek a vállak hátra. Jön a mellkas. Oldal. Elől a hátul. Megyünk körbe. Tak, 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 tak. Folyamatos kör. Visszafelé. És fordít, hogy? Fordít, nyújt. Fordít, nyújt. Igen, legyen hozzá egy kis helyük. Egyik kéz. Másik kéz. És jön a kar előre, hogy? Lendít, és rádör. Ugyanezt csináljuk meg hátrafelé is. Rádör. Dőlünk előre, és hátra. Közben kérdezném, hogy lehet-e látni, hogy Enikő mindjárt rá tud nézni a kommentekre. És dőlünk oldalra, rendik a kéz oldalra, rádőlünk, rendik, és másik irány. Hangosodik. Jó, és dőlünk. Az jön a csípőnk jó oldalra, legyen minél inkább nyújtva a lábad, és előre és hátra, ezt mutatom oldalra is, igen, otthon ilyen szép pozíciót fel tudsz venni, és körzünk fel, visszafelé. Oké, okay. Ezt amiért utálni fogsz, gyere le! Dőlük, kettő láb köz, és ráfordul, vissza, és ráfordul, közép, és oldal. Az egyik láb, csere, csere. Azaz, hozzasd át a bokát, egyiket, az másikat is, és lépünk helyre. Picit rázd meg a vállat. Jó. Rázd a láb. Csípőbilla. Felfelé. Fent. 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 Sötör a láb. Csípőkör, fordulok vele, halló, másik irányba körzök, másik irányba fordulok, kinek melyik a másik irány, mi? Hajlít a térbe, bent. Taposunk, gyere, 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 gyere. Regetor! Kettes, hogy haladok! Tolakéz! Hülyének nézd már otthon a párod! Megy fel a kéz! Vagy a szomszédod átjött-e már esetleg? Ráz a láb!
Jön a mellkapcsolj! Elöl, 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 elöl! Söpör alá, egyik, másik. Tényleg söpör be valamit a vállatról, ne csak úgy csinálj, mintha. Nem órán vagy otthon, megcsinálhatod normálisan. Csípőkör, fordít a tért hozzá, bent, kör, és, bent, kör, és, bent, bent. Rázalás. Rázalás. Billent a csípő, fent, fent, fent. Lépek, lépek, gyorsítunk, tapos bele, pumpálunk! Megy oldalra a kéz, megy felfelé, megy megint le, és egy kis játék, fent, fent. Elő, elő, kereszt, kereszt, hátul, hátul, gördzött. Na még egyszer. Ti, 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 ti. Na még egyszer. Állandóan itt vagy veletek foglalkozni, olvasnak. Fent, fent, elő, elő, kereszt, kereszt, lönt, lönt, kö, kö. Gyorsabb, hogy titterelita, 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 titterelita. Csokolád, fent, 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 fent. Oké, nehogy tapsoljuk. Francba. Annak azért örülök, hogy zene alatt nem sok komment volt. Ez számomra azt jelenti, hogy velünk együtt csináltátok, úgyhogy ez már egy jó kezdés. Ilyen kicsim. Gyakorlatilag egyetlen dolgot vettem és hogy menjünk arrébb egy méterrel. Igyekeztünk, meg fogunk is. Jaj, meg közben megcsinálom, hogy lehessen hallható a zene. Jó, meg Rolikára néztem rá, még mindig alszik. Szerencsére többségek hozzá vannak szokva a jó zenéhez. Igen, csillagom, igen, drágám, szépen vagy, igen. Úgyhogy Beki az élőben érzi a műsort, Roli meg biztos, hogy csatlakozni fog hamarosan hozzánk. Na, sikerült egy kicsit átmozgassuk magunkat. Most jöhetnek megint válaszok. Fogjuk rá, mi? Van egy pici elcsúszás időben, azt teszteltük ma. Jó, újabb kommentek megérkeztek, jó lesz, jó lesz. Jó, szuper. Nagyon jó. Oké. Okay. No, amíg Gergő intézi a zenét, addig szalszalapok egyszerűen röviden. Ugye mindannyian ugyanabban az irányban vagyunk, tehát mindannyian ballába fogunk kezdeni. Csak frissítés, ugye alaplépés. 1, 2, ha, 5, 6, 7. Aki ma már nézte a délelőtti videót, de hogyha nem, érdemes visszanézni, és a lépés technikai dolgokat gyakorolni akár minden nap, hogy mitől lesznek szépek ezek a mozdulatok. Szóval alaplépés, 1, 2, H, oldalra alap. Most a kezeket még nem teszem el díszítésként, aki tudja, használja, aki nem, fogunk olyan alkalmat csinálni, hogy meg lehet tanulni, de egyébként majd zene közben menjen automatikusan. 1, 2, H, ugye van az ábágó lépés, 1, 2, H, 5, 6, folytassátok, 1, 2, H, 5, 6, 7, 1, 2, H, 5, 6, 7, 1, 2, H, 5, 6, 7, exi bele, ugye jobbra forgás, 1, 2, H, és 5, 6, alaplépés, 1, 2, H, még egyszer, exi bele, megfordulunk, és alappal lezárunk, 1, 2, H. Jöjjön a törnbe, bal vál irányába.
és alakulja, 1, 2, 3, el crusso, keresztlépés, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, alaplépés, 1, 2, 3, és 5, 6, 7. Szerintem most első körben többre nincs is szükségünk, egy kis frissítés meg volt mindenkinek, tudjátok. Mindegy, ha 5 éve táncolsz, vagy 10 éve, az alapok akkor is mindig fontosak lesznek, úgyhogy mehetnek a karok, mehet a válna a lapockának a lazasága, és ha megvagyunk, akkor jöjjön a zene is, igaz? Okay. Jó, oké. Okay. Szóval annyi elcsúszás mondom. Nem gond, csak a kommenteket nézem közben. Igyekszünk rájuk reagálni. Köszönjük, hogy válaszoltok. Ja, miután az előbb kitörtem a Jack Duo-t a hangfalból, azon jöttem magamba. Ezt holnapra megoldom, jó? Sorry. Oké, a szalsza zene kellene, mi? Igen. Jó. Addig meg lesem Rolit. Oké, nyugodtan. Alszik. Na jó, ez egy ilyen lassú gyakorló zene? Igen. Akkor hadd szóljon. E familia, vamos a entrarle a la mecánica. Alaplépés. Mambo. Pop, 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 pop. Alaplépés. Igen, akkor eljön. Oldalra lap. A fiúk is látjátok a megfelelőt. Alaplépés. Abajo, lépés, azaz, és díszítés. Alaplépés, mambo, ellentétes kéz és láb, mehet mellkas pumpa is. Alaplépés. Egy szívvel áll. Egy szívvel áll. Turn back. Turn back. Mambo. Hátrafelé. Előre, egy helyben, alaplépés, el crusso. Alaplépés, oldalra alap. Alaplépés. Próbáljátok figyelni, fiúk, a mellkassa, ugye csajok, nyilván a csípőre, hogy az ringjon, az ringjen. Fent, fiúk, csajok meg lent. Még egy kör. Csak, hogy elszélünk. Nem elustálkodni egyébként a fotelből az egészet, hajrá! Alaplépés. És abajo. Mi az, hogy nem látszottam?
lépés. Mambo! Elfordulunk, és előre. És vissza. Másik irány, és haladunk. És vissza. Azaz, alaplépés. És most jön a java, egy taps, kettő, három, oda gulya! Ezt nem mertünk bevállalni, mert nem jön az körözet, kitör a taps. Jó, van a plusz komment közben. Jó ide, jó, szuper. Zsuzsi, boldog születésnapot neked! Így van, boldog szülőnapot. Oké, okay. Jó. Menjünk is akkor tovább. Újra! Ezt nem lehetünk bevállni. Mondjad. Ja, hogy én mondjam? Igen. Jó, oké. Okay. Nézzed meg páros figurát. Jó, a páros figura szalszában igazából most egy ilyen középhaladós, haladósabb szintű mozdulatot gondoltunk, viszont mindenki meg tudja csinálni. Illetve akinek meg nem új, Molino Complicado vagy Molino Novo néven tanítottam én ezt órákon. Attól függ, hol jártál, Miskolcra vagy Debrecenbe vagy Szolnokra. Lehetőség. Miskolciak Molino Novoként ismerik, a többiek meg Complicadoként. Csak hogy bonyolítsa mindenki életét, jó? Ha nem vagytok párban, nem probléma, a lépéseket le tudjuk táncolni, nem fogunk akkora hangsúlyt fektetni erre. Óra végén fel tudod venni. Igen. Ne, próbáljuk meg. Mutatjuk, hogy miről lesz szó, ugye gyakorlatilag egy, két, ha. Molino, novo, hogy. Egy, két, ha. Öt, hat, hét. Egy, két, ha. Öt, hat, hét. És egy, két, ha. Öt, hat, hét. Egy, két. Ha, 5, 6, 7 és 1, 2, ha, 5, 6, 7. Igazából, hogyha tudod az encsúfét, meg a roundét, akkor teljesen bárki meg tudja csinálni ezt a mozdulatot, jó? No, De egyedül is tudunk diszkálni, úgyhogy csak majd hangsúlyozom ezt a részt, fiúk pedig próbáljátok fejben tökéletesíteni a mozdulatot. Ha van párod, akkor kapd el. Ha nem táncol, akkor is. Ha nem táncol, akkor is, így van. Illetve még egy fontos dolog, nem tudom, néztétek-e a délelőtti videót, hogy... Jövök, igen. Ha, jó, akkor én kitöltöm ezt az időt. Szóval, nem tudom, néztétek-e a délelőtti videót, hogy a lépés technikáról, hogyan is kell táncolni, sétálni, stb. Nagyon profi megy már ez a történet. Úgymond önállóan egyedül, akkor elkezdheted nehezíteni magadnak a dolgot, méghozzá azzal, hogy például egy könyvet raksz a fejedre, és akkor ezáltal próbálsz mozogni, ugye, stabilitás, ne legyen a testedben semmi plusz olyan felesleges mozdulat, ami nem kell oda. Táncolni, úgy, hogy van valami pluszba a fejeden. Angelika felkötözi magára a Rolit, én meg addig megpróbálok szórakoztatni. Csuhalja! Jó? Hát úgymond, tartod az egyensúlyodat. Végig féltalpon vagy, és tudsz sétálni. Lépek, 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 lépek. Hopp! Oké. Okay. No. Azt mondjuk, hogy... Jó, egy fél percet kérünk még, mert gyerekkordozó meg egyéb jól. Addig megmutatom a másik szörnyellát, hogy mi van vele. Hopp, közben Angie-kék is megjöttök. Kisasszony teljesen jól van. Jól visel idáig a zenét, meg a tapsikolást, meg mindent. Az előbb majdnem bealudt. Igen. Roli meg felkelt, és kényszerzúbonyban van anyán. Oké, okay. Na jó, próbáljuk meg ezt a figurát összeretni közösen. Aztán kitaláljuk majd, hogy holnap mit csináljunk, így délután. Igen. Jut eszem, gondolom, ti még azért jártok dolgozni, tehát még nem ott tart a világ vége, ahol kellene lenni. Vagyis hát nem kell sehol menni, hülyeséget beszélek. Szóval... Molino, igen, itthon vagyunk, úgyhogy egy picit két perc győztünk. Szóval, Molino Novo, hogy ugye toll, húz, kezet cserél, helyben fordítom.
Oké, próbáljuk meg még egyszer, én közben nézem a gyereket, hogy elszívült-e már. Teljesen jól van. Lányok, arra figyeljünk, sőt igazából a fiúknál is mindig fontos, hogy a kezeket tartjuk. Így forgás közben a könyök az sosem fog leesni, nem szépen tartjuk. Mutatjuk meg így. Ugyan, a kicsi. Megfelejük ez a kerencót szét, hogy tartunk, csere, fordítom. Többet fogjuk fordítani, mert ez így tetszik neki. Innen jön egy dobot, ez az encsúfe. Az encsúfénál a végén két-két alatt tudsz rondézni. Így van leegyszerűsítve gyakorlatilag a mozdulat. Ideig csináljuk már meg még egyszer. Még egyelőre bírja. Azt szóljatok, hogyha nem hallottok semmit a gyerek sírástól. Kipróbálunk még valamit, hogy ez a történet zajlani. Van még egy hordozónk, úgyhogy simán bele lehet rakni a gyereket. No, visszatérve a könyves dologra. Kerestél magadnak egy könyvet közben? Kipróbáltad már, hogy a fejedre raktad? Ha nem, akkor itt az ideje megpróbálni. Próbálj meg csak egyszerűen helyre lépkedni. Úgyhogy stabil legyen elkezdve végig. Aztán menetkezve szeretnénk olyat kérni. Írjátok már meg, légy szíves, azt, hogy például holnap napra becsátázni a gyerekeket, utána valóban esetleg kizombázni. Hogy tudni ez így éppen ez a program, hogy minden nap más táncstílussal foglalkozunk, picikét más szinten, de mindig olyan dolgokat, ami úgymond mindenki meg tud csinálni. Nyilván, aki most kezdte el az egész táncot, tehát még ott tart, hogy vezetés-követés technikával küzd, fogunk majd csinálni ilyen bejelentkezést is, hogy mit tudsz gyakorolni, csak hát miután elvileg el vagyunk egymástól szeparálva, ezért ez így nehéz lesz, de például, hogyha van gyorgyos széke, akkor azzal nagyon jól lehet táncítani. Mutatom, hogy mit. Na. Nagyon jól tudjuk vezetni a szépet. Ugye jössz mészre. Még kellene leszokni az ilyen frédibénzet, vétkedésről, meg dugizásról, hanem tényleg figyelve a testünkre közlekedni, húzni, hogy ilyet akarsz gyakorolni. Jó, nyilván. Így. Közben lassan talán visszaérkezik a partnerem is. És akkor nem kell egyedül bohóckodnom. Szóval egy kicsit befordultunk, mi is? Egyelőre csak kéz nélkül. Egyelőre kéz nélkül. Legalább nagyobb hangsúlyt fektetünk a lábokra. Na, így mókás lesz. Akkor viszont csak magát a lábakat megnézve próbáljuk már meg megcsinálni a mozdulatot. Ugye fiúk ballal indulunk, hátra lányok jobbal. Kicsit menjünk közelebb a tükörhöz. Jó? Ugye elindulunk annyival, hogy hátra vissza zár. Innen egy helybe forgatom a lány, kilépek oldalra, fordítom. Ez lányom nekünk egy exi beleforgás, csak nem a korábban megszokott módon. Próbáljuk meg még egyszer közösen, hogy hátra, vissza és fordítom. Ezek után encsúfét fogunk táncolni, hogy a fiúk roundnézve bele, hogy egy, két, hát fordulunk ura, öt, hat. Hét. És célunk, hogy szembe érkezzünk a fiúkkal. Innen dilekhenót táncolunk, hogy egy, két, hát, és öt, hat, hét. Na. Lányok, itt a végén nem kell a szigorú zárásra koncentrálni, csak hogy közel kerüljön a két láb egymáshoz. És úgy látom, hogy most kezd izgalmassá válni az oktatás, úgyhogy így lesz teljes a program a mi részünkről. Jó, kezdjük el még egyszer? Molidónó vagy komplikáló, hogy egy, két, há, öt, hat, jön az encsúfe, egy, két, há, ra, unde, direkhenó, egy, két, eltolom, átvezetem, és ugye innen még egy encsúfival zártuk a mozdulatot, hogy egy, két, há, jobb kéz fel, és ezek után jött a direkhenó, amiközben felkerült a másik is. És csajok, itt majd lehet egy karddíszítést csinálni. És öt, hat, vape, a, egy, két, há, molinonó, és tor, húz, késcsere, fordít, encsúfe,
megállunk. És én annyit beszéltünk, urak, hogy azzal tudod díszíteni az egész mozdulatot, jobb kéz megemel, lendíted, lendítés hatására fordulsz a kéz alatt, és egy picit ráülsz a mozdulatra. Délek, hello, egy, két, top, át, húz, még egy csúfe, egy, két, hát, öt, hat, jobb kéz, jön a bal, díszít a lány, és át vezet, hogy egy, két, hát, molino lóvó, na még egyszer, tol, húz, csere, fordít, csúfe, és egy, két, lendül a jobb, fordulok, dilek, hello, eltol, áthozom, és még egy csúfe, jobb kéz fel, és bal kéz fel, és átvezetem. Oké. Megpróbáljuk lerakni a gyereket, és akkor megnézzük a kezeket is, hogy hogy működik. Illetve, amit ugye egyedül tudtok otthon gyakorolni, például forgás technikákat, ilyeneket is szeretnénk majd veletek megnézni. Most így hirtelen nagy látványossággal, ugye ez a leglátványosabb forgás, amit így egy helyen tudsz gyakorolni, és akkor tényleg stabilizálni segít, meg egyensúly. Jó? Nyilván nem ezzel fogjuk majd elkezdeni, csak most ez így hirtelen lesz eszembe jutott. Úgymond spineket, ilyen előkészítéses forgásokat, azzal érdemes elkezdeni egy gyakorlást, mert hogy értsd, hogy miről beszél a spin, hogy először kint van a lábad, megemel a félsarok, és behúz, majd lerak. Hogy kint, és behúz, lent. Ugye maga az előkészítés, az abban lehet már lendületvétel, hogy elfordulsz balra, és innen, ahogy rántod a felső testedet, tudsz fordulni ezzel a mozdulattal. Viszont arra kell figyelni, hogy a kezed meg ne csapódjanak be hátra, hanem ezt végig tartsd magad mellett, illetve hogy ne akarj vele elnyelni. Csak előkészít, fent a sarok, fordul, bezár, le, és megállítom a mozdulatot. Buk! Szénusz, próbáld ki a másik irányba is. Előkészít, fent a sarok, ugye behúz, vagy fordul vele, és lerak. Ugye ezek az egy helyben való forgások, ezek segítenek tényleg stabilizálni a saját magadat. Ha sokat gyakorlod, akkor szép lesz a forgásod, megszokja a tested, és nem lesz vele semmi problémád. Jó, megpróbáljuk még egyszer ezt a molino lóvót, most már elég szép nézősereg van, a két gyerek, és talán engedik is, hogy megcsináljuk egy párszal, jó? Közösen molino lóvó, hogy tol, húz, készcsere, fordít, encsúfe, lendít, fordulok a kéz alatt, 5, 6, 7, dilekhenú, 1, 2, eltol, szembe érkezek, encsúfe, 1, 2, H, 5, 6, jobb kéz, fel jön a bal, ki, tol, a, és 1, 2, H, molino lóvó, hogy tol, húz, csere, fordít, encsúfe, és 1, 2, fordulok, 5, 6, 7, eltoglom, 5, 6, még egy encsúfe, 1, 2, H, 5, 6, 7, 1, 2, H, 5, 6, 7. Jó, annyit csak urak, hogy nyilván miközben táncoljuk a round és részt, azelőtt érdemes jobb lábbal úgymond hátul bekeresztezni, illetve a forgásnak a legvégén úgymond ebből a pozícióból akar tovább fordulni a lány irányába. Nekünk lányoknak ugye mindig arra kell figyelni, hogyha a fiú hátát látod, minél közelebb maradj hozzá, mert egyébként elrántod őt. Jó. És dőlés közben, hogyha a fiú dőlve fordul, mert ennél a pozíciónál dőlve fordul a fiú, akkor innen rántod, akkor az bizony fájni fog neki. Szóval ilyet nem csináljuk. Jó? Próbáljuk ki zenére. Van otthon zenétek? Jut eszembe. És az a lényeg, le fogjuk mi is táncolni együtt, meg le fogjuk táncolni külön, hogy a lépésekre, illetve lányok esetében a karra tudjatok hangsúlyt fektetni, fiúk pedig magatokban feldolgozni, hogy a kezekkel mit is kell csinálni. Úgyhogy lehet így is, lehet úgy is gyakorolni. Nekünk a háttérben pedig van egy kis drukkoló sereg, egy fiú meg egy lány. Sziasztok! Hajjaj! Hajjaj! Hallod zene, vapel és...
és fordulok. Próbáljuk meg kéz nélkül. Szugereld magád elé a lányt, kézelj el valamiért. Csajok egy férfi. Molinoló. Jön a raundi. Még egy ilyen csúfe. A jobbkéz, a baszkéz. Próbáld a szabadon, ami jön. Azt a szabad vezetés. Jó, gyere vissza a lampáron. Ha így csak próbáljuk meg még párszor közösen. Molino dobo, tocus cse, fordít kincs, egy csúk fel a hunde. Angie azt mondta, táncoljuk végig. Próbáljuk meg megint kéz nélkül. Vigyék! Molino novo! Hogy? Fordítés! Encsó fel a hunden! Ez az direkten! Még egy direkten! Remélem, hogyha vége van ennek az egésznek, és újra tudunk órát tartani, akkor a direktenul menni fog önállóan. Molinoló! Tolhúz nincs! Fordítva! Egy csúk fel a hunde! Direkkenu! Átvezem! Mindig elfelejtem, hogy van még. Na, még egyszer kezekkel! Molinoló! Figyelj, igen jó lesz! Ilyet színvára. Mambo! Zeki örül, hogy csináltunk egy kis mambót. 5-6-7. Molino nuvo! Korabusz cse! Fordi encsufe! Jön a ronde! Direkero! Még egyszer encsufe és ronde! Azt bocsánat, csak simán egy sofőret volna. Ta-ta-ta. Molinoló, hogy tolkulsz csepp. Fordít egy sofőret. Egy-két ronde, 5-6-7 és direkt hello. 5-6 van be. Sziasztok, így. Ezt végre lett az. Jó, sikerült azért valamennyire gyakorolni ezeket a, vagy ezt a mozdulatsort. Ez a következő kérdés. És Angie lázasan néző, hogy írtak-e valamit? Írták, hogy egyedül a legtökéletesebb a szabad vezetés. Oké, nyilván ezért túlnyomó többségben majd önálló mozdulatokat fogunk veletek gyakoroltatni így. Például terveztem ilyet, hogy megtanulunk hullámozni minden irányba. Én szeretnék majd reggaetonos blokkot, amikor végig a test átmozgatásán lesz a hangsúly. Kicsit zenélünk, különböző ritmusokat próbálunk a testünkre erőltetni, illetve sétálgatni különböző ritmusokba. Tehát ilyen, amikor úgy jön napközben, amikor a gyerekek megengedik, aztán este próbálunk majd mindig 6-kor nyékén bejelentkezni. Tudom, ha pontosak voltunk. Holnap meglátjuk. Holnap meglátjuk. Holnap is igyekszünk pontosak lenni. Jó? Oké. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. Ez volt az első alkalom, jöhetnek még kérdések, gondolatok. Jó volt egyébként olvasni a válaszaitokat, mert így egy picit tényleg olyan, mint hogyha együtt lennénk. Igazából furcsa kifejezés, mert úgy is van, meg mégse. Szóval nem látom, hogy bólogattok-e, vagy meretten néztek. Mi is az a kulcsszó, mit tanítottál az embereknek? Juhéj! Juhéj, így Juhéj, van. Igen. Szóval nagyon jó veletek együtt. Bízunk abban, hogy
hamar túl leszünk ezen az időszakon, és újra ténylegesen együtt, viszont így kihasználom én is azt az alkalmat, hogy itt tudok veletek együtt lenni, vagyis többször. Nagyon szeretnék csajos órákat tartani nektek, csak magas sarkúban ezt már szólok előre, hogy úgy készüljetek, hogy mindenkiben bár, vagy mindenkinél magas sarkú legyen, pontosabban a lábán, még ha nem tudom ellenőrizni akkor is. Ezzel kapcsolatban, urak, nyilván a magas sarkút nem kell, de hogyha lédi órát találtok, és nagy Isten megcsináljátok a lédi sort, és felveszitek, akkor a következő buliban vendégeim vagytok egy sörre. Ja. És küldjék is el a videót, persze. Azt, ja, nyilván, tehát el kell küldeni a videót. Ide fel tudod tölteni ebbe a csoportba, jó? És hogyha feltöltötted magadról azt, hogy bohócot csináltál magadból, mondom, magas sarkú nem kell. Franz, tütüse. No. Jó? De akkor vendégem vagy egy sörre a következő buliba. Hajrá! Örülünk, hogy itt voltatok, jöhetnek még a kommentekkel, olvasom ezután őket, és holnap folytatjuk. Legyen szép estétek, táncoljatok sokat, a videókat vissza tudjátok nézni. Puszi mindenkinek, sziasztok! Angi drágám, ha te megcsinálod a lady sort és feltöltöd, akkor kapsz egy nagy tapsot. Majd Angie-ke majd kitalál valamit a lányoknak, jó? Sziasztok még egyszer, holnap találkozunk. Más is kérdezte, jól van, mennek a kommentek.